Az a terv mára, hogy megnézzük az új LeBlancot, a régi új LeBlancot. Mert ugye én azt nagyon szerettem. Lehet ez most megint olyan lesz, mint az új Irelia-nál, hogy blind pickezni kell majd, mert most mindenki bannolni fogja a LeBlancot, bár nem biztos, nem tudom. Reméljük nem. Jó, LeBlanc free. Ez már a régi LeBlanc. Igen, végre. Ultimate Challenger playeket fogtok látni tőlem. A régi új LeBlanc-kal. Teljesen a régi, elvileg igen. Majd mindjárt kiderül, de elvileg igen. Mi a különbség a régi és a mostani között? Lényegében az, hogy a... Lényegében annyi a különbség, nem tudom, hogy a mostét mennyire ismered, de a réginek a... Réginek az volt a passzívja, hogy ha kevés az életed, akkor hát konkrétan leklónoz. Tehát amit az újjal ultiként tudsz használni klónozást, az a réginél a passzívod volt. Plusz itt olyan, hogyha az újnál úgy volt, hogyha elultizol, akkor benyomod az ultit, és utána kell kiválasztani a képességet, amit újra akarsz kasztolni így másodikként. Az ulti meg alapból kiválassza. Ez lehet nem volt értető. Kicsit fura lesz, hogy megint a régi új LeBlanc lesz. Mert már megszoktam az újat. Ojojojoj. Még jó, hogy szólt a srác. Remélem átrakta az Ignite-ot. Jó, átrakta, nyugalom, nyugalom, átrakta az Ignite-ot. Tudok ezt szuppolni? Néha szoktam, ja. Bárnyi nem szeretek, de néha szoktam, ha úgy van. Ha nagyon muszáj. De egyébként, ja, a trash szeretem. Időben nagyon rá voltam kattamva a trashre. Meg ja, szeretem mai napig, meg nem tudom, Rakant is nagyon szeretem, mint support. Ja, alig vártam a régi új LeBlancot. Én is, haver, én is. Majd kiderül most milyen lesz az első látás. Fura, fura lesz, de reméljük hamar visszaszokik rá a test. Amit itt láttok level 6, ezt annyit mondok, hogy ez régi LeBlanc. Ennek a level 6-hoz semmi köze az új LeBlancnak, ez csak a régi. Nagyon rosszul fogalmaztam egyébként. Szeretek supportolni, ha van egy normális ADC. De amikor ilyen full random bullshit ADC-nak kell supportolni attól, vagy ja, ADC-nak kell supportolni, olyankor a hajamat tépem. Á, most nincs kam, sorry. Fapkam van. Néha kell ilyen is, srácok, hogy nincs kam. Ilyenkor kicsit felszabadultabb a test, hogy nem láttok, és akkor így jobban tudok csörögni, meg pörögni. Oké. Okay. Dikai a szó. Csá, musu. Dikatarik. Nagy magyar Team Getz. Mute all. Készen állok. Készen állok a LeBlancra. Egy bajom van a midezéssel. A LeBlancnak nagyon örülök. De tudjátok, egy bajom van a midezéssel. Hogy nem tudok farmolni. Nyugi, nyugi, mindjárt halott. Csak kell level 3. Easy. Régi új LeBlanc. Kicsit hiányzik a régi LeBlanc passzív a farmolásnál főleg, de egyébként nem panaszkodok, mert majd az ultival lesznek nagy darálások. Ú, ez Sif HD, ezt megtudja, hogy régi LeBlanc. Régebben 25%-nál kialudt, most 40, igen? Ah, I see. Hát az jó, az csak még jobb. Arra rakhatod a falat, fiam. Ú, tényleg itt a Q-val kell izélni. Kombózni, ezt el is felejtettem. Látjátok? Fura még a régi új LeBlanc. 5 potion gets. Fölkészült mindenre a fiú. Azaz. Oh, az ulti megjött. Aj. Jó, kicsit még fura, fura. Még nagyon régi feel. Nincs flash-e. Nekem van. De nincs manám az erre. Szopac. Dupla V-max. Én is azt szoktam régen, de azért értem át a Q-maxra egy időben. Jaj, ne. Ah, elnyomta rá az Ignite-ot. Easy! Easy! Ja, szóval azért szoktam át a Q-maxra, a W-maxról, mert ugye a Q lényegében erősíti a többi képességedet. Szóval, hogyha Q-val eltalálod, akkor jobb a többi képesség damage-e is. Aha, látod, ott van az a Detonation Damage. Ahogy maxolom a Q-t, így jobb lesz ez a cucc, ami erősíti a többi spellemet.
Mert amikor rádobom a Q-t valakire, ott van fölött az a jel. És amíg ott van az a jel, és addig nyomom rá például a W-t, az úgy nagyobbat sebez. Érted? Amúgy egyébként én is régen W-t maxoltam. Csak ráeszméltem erre a dologra, aztán ó, lehet jobb lenne a Q-max, így gondoltam magamba. Shit, második helyre ment. Na szóval furának tartottam, hogy a Yasuo nem ultizott le, mert a Yasuo playerek 80%-a egyből elnyomja az ultit, hogyha eltalál valakit a forgószéllel. Mármint, hogyha felnokápolja. Akár torony alatt is. Alig várom meg legyen már a Luden. Luden plusz W, azt a kurva. Hihetetlen. Sebzéseket lehet vele tolni. Yasuo ma veszi a MR-t. 1v1 nem lesz. Már egyszer volt, de nem lesz. Nem látom értelmét. És komoly? Oké. Okay. Nem épp ezt a kombót akartam rátolni, de sajnos így jött össze. De nem, majd megöltük, az a lényeg. Max W, please. Haver, pont az előbb fejtettem ki, hogy miért nem maxolok W-t, please. Kösz. Hogy irányítod a klónt? Nyomod az altot, és úgy jobb klikkelsz. Nyomod az altot hosszan, és úgy lehet. Ugyanúgy, mint a Shaco-nál is. Lényegében. Bár jó, ott mondjuk lehet az erről is jelenteni, de én annál is az altal szoktam. Még kell egy pár meccs, hogy visszajöjjön a feel, még nagyon az új LeBlancon a fejembe. Azt én nyomnám a kombókat, meg minden. Vissza kell nosztalgiázni a régi új LeBlancnak a mechanikáját. Kösz! Jó volt a jungle, jó volt a top lane, jó volt a bot lane. Kb. Én nyertem csak a lane-t. Ja, szóval nem érdemelte volna meg a wint. Hát igen. Jó, ha megnézzük újra. Most már talán kicsit jobb lesz a team. Így a srácokkal. A random team az mindig bullshit. Mióta streamelek? Nem tudom. Tavaly nyár felelkezdődött. Csak az a baj, sose volt időm annyit foglalkozni az egésszel, amit valójában szerettem volna. Mindig közben jönnek dolgok, munka, stb. Nem lehet teljes erőből csinálom. Meg hát azért kell nekem is egy kis ilyen szabadidő, ilyen pihenés, cuccos, érted? Caitlyn mid? Jól látják a szemeim, hogy ez egy Caitlyn mid? Mit akar az a Caitlyn azzal a Ghost-tal meg a Predatorral? Nézzünk most egy ilyen kezdést. Na jó, lehet elengedem a midet ezután a meccs után, mert nem megy a farmolás és ez fölbasz. Rohadt szar ADC ellen játszani miden. Vagy topon, tök mindegy. Early-be nagyon rossz. What the fuck? Oh, ajajajajajaj. Itt az a rák. Nézzük most egy W max-szal, nézzük meg a dolgot. De nem, fasság, már megmagyaráztam már az egészet, hogy miért fasság. És igazam is van. Nem fog W-t max-olni. Na erről van itt szó, ez a régi LeBlanc ereje. A double W kombó. Na majdnem összejött. Gec! You see that damage? You see? Ha csak elbézni fogsz, nem tudom. Nem biztos. De most nagy a LeBlanc hype, szóval tudjátok, szeretem én ezt a régi újat, aztán most örül a test. Oh shit, ott volt egy csapda. Ah, de szeretem ezt a damage-et. Kered vagy blue? Nem, kösz. Jó van, akkor elviszem, a fiú ennyire ajánlgatja. Jó van, akkor köszönöm szépen. Too late, my friend, too late. Hagyjál már, te rák. Hagyjál már, te rák! Ezt figyeld, marcikám! Neked küldöm! Lol! Megérte!
GG guys, GG srácok! Okay. Ezt én basztam el. Ráugrok W-vel halott. Az a baj, hogy mindig oda teszi a Q-t, ahova visszamennék. Pozíció. És ez fölbasz. De muszáj visszamennem, mert ha nem megyek vissza, akkor meg be tauntol. Easy. What a play. Nem lenne torony alatt, halott lenne. Nem kockáztatom, mert lehet én is meghalnék. Így meg főleg nem. Nem hiszem elgeszi, hogy folyton itt ül a picsájába ez a kibaszott V, bazd meg. Bocsánat. Beszarok. Nem hiszem el. Nagy gang volt. Bevardolok, miatt jönne a V megint. Á, első dupla V és rámegy, akkor halott. Nagy játékos ez a kettő ember itt. LOL. Az olyan volt, mint... LOL! Visszahozta. No, 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 my friend. Dot damage. GG. What the fuck? What the fuck? What the? Miért nem... Mi ez? De miért nem tudok rákeresni? Ez mi? LeBlanc. Jól írom be. Hol van? Kivették. De kajak? Mi a fasz? Ne bassz már. Az érdekes, az érdekes. Nézzünk csak utána a dolgoknak, mi a helyzet. LeBlanc átmenetileg nem érhető el. Aha! Felmerült hibák miatt, amelyek elhárításán folyamatosan dolgozunk. Szopjátok ki.